Szeretett jó testvérek! Jó lenne Szent Lászlótól tanulni. Én azt mondom, a magyar történelemben mindig zavaros idők voltak, de Szent István után igazán zavarosak voltak. Az első Árpádházi király után a másik kettő harcol egymással, melyiké legyen a győzelem, és melyiké legyen az uralom. Lázadó is van, megvakítatja István. Ez volt akkor a legszelídebb büntetések közül az akkori király elleni merényletnek. Legtöbb esetben kivégzést jelentett. Ő megkönnyörült mind az életének, mind a gyermekeinek. Igaz, számúzta őket Lengyelországba, stabillá kellett tenni az uralmat, hiszen minden oldalról veszély fenyegette. Nagyon szerette volna a német birodalom is magáivá tenni ezt az országot, benne a lakókat. István megőrizte az országot. Utána zavarban. A veszekedések, gyilkosságok sorozata, valamint segíteni kellett. Miután elűzték Pétert is, bár ő volt a király, valamit kellett csinálni. Behívták Vászlónak, a megvakított azóta már meghaltnak, fiát, az idősebbet, Andrást. Ő kezdte el rendbe tenni az országot. Benne még azért élt valami, hogy az édesapját megvakították, most jó ő is. De azt tudta jól, hogy a maga ereje kevés ahhoz, hogy a had sereget vezesse. Ezért félvén az eljövendő nagy háborútól, amelyet majd a németek az előző méltatlan király uralmának megerősítésére akarnak, ezért behívta Bélát, a testvérét, aki jó vezetője volt a hadseregnek, aki biztos volt a harcokban, és így segítségére lehetett Andrásnak. Úgy látszódott, hogy valami elindul, de a pogány szokások visszatértek, várták, hogy András és Béla is majd úgy csinálja, ahogy a megvakított király jelölt akarta. Aztán tovább bonyolódtak a dolgok. A nagy harcban András meghal, Béla lesz a király. Egy véletlen soján ő is meghal. Bélának a fiai jöhettek sorba. A legidősebb vette át az uralmat. Úgy látszott, hogy minden rendben lesz. Az ifjabbik László megkapta a Bihar megyét és azt a keleti részt. Nem uralkodván, mint herceg. Minden gyava, minden egyebe az övé lesz. Lengyelországban keresztényé lett, nem is akármilyen keresztényé. Biharban rendet teremteni próbált, bár nem ő volt a király. Aztán a csaták sorában megint csak a király halála. Most mi lesz? László, az unoka, vagy a másik unoka kerül majd a trónra. Megint minden rendben. Csak valami veszély keletkezett. Betörés újra az országban. Rendet kell teremteni. De a harc, a régi, valami újat akart. Pétert sikerült legyőzni, de jött
Salamon, a gyermek. Hiszen akkor még megígérték, hogy nem Andrásnak a fia lesz, mert nem volt, hanem a testvére lesz az, aki a trón következik. Salamon gyerekkorában megkoronázzák. Persze, mindig van egy jó akaró fő ember, aki majd pártfogolja az ő ügyét. A nehézségek egymás után jönnek, és Salamon, a gyerek király, nem tud intézkedni. Főurak mást akarnak letenni, nem lehet, és itt jönnek a bonyodalmak egymás után. Azért mondom ezt, hogy láthatóvá váljon, hogy ezekben a hatalmi harcokban csak az országnak van vége, az országnak az ügyei kerülnek semmibe. A fontos az, hogy ki uralkodjék, ki legyen a hatalom, a döntés és minden egyéb. Bocsánat a megjegyzésért, de hogy nagyjából az 11. század óta, most a 21. századig nagyjából ugyanez van, csak most nem az ilyen háznak az uralma, olyan háznak az uralma, hanem a pártok egymás közötti harcai. Sokszor nem törődve az ország érdekével. Ki dirigáljon, és főleg ki legyen a vagyon. Végre elérkezünk Lászlóhoz. Salamon még él, nem koronázhatja meg magát. Salamonnal megtárgyalják, megkapja Prágát és még egy rész. Ott szépen visszahúzódik, úgy, mint ő eddig visszahúzódott Váradra. Az első nagy csata, ahol bemutatja győzelmét, a kunoknak a betörése. Erdélyt, a keleti részét akkori Magyarországnak gyilkossággal, rablással, mindennel próbálják tönkretenni. Ő, aki egy fejjel nagyobb mindenkinél, felül a lovára, összegyűjti a seregét, és pár nap alatt kipucolja az országból. Pedig már hatalmas pusztításokat tettek. Az végül, hogy soha senki nem tudja őket győzni, övék lesz majd ez az ország. Minden kincsével, minden emberét rabszolgává teszik. László legyőzte őket. És akkor látszott meg az ő emberségének nagysága. Látja, hogy az egyik vezér nyergébe kapja az egyik lányt, és a sikoltozva próbál menekülni, de már nem tud, ez pedig vágtat. Valaki mondja, hogy nézd, László nem engedi, hogy más menjen, ő ül a nyeregbe, és vágtat utána. Szeretné megmenteni, szeretné biztonságban érezni. Fogd meg az övét, és ránsd le, kiabálja, mert nem tudta utolérni a lovában. Lerántja, és megmenekül. Később kisül, hogy ez egy ispánnak, rész vezérének a leánya. Elmennek, hogy visszavigye az apjához. Az apja halott, a vár, ahol volt, kifosztva. Egyetlen egy kertész maradt összeverve, a többit láncra verve, szíjra fűzve elvitték magukkal a kunok. Ha történelmet igaz, akkor ez a lány fogja később majd feleségül venni. Az első, ahol meglátszik, hogy keresztény, az aggódás a másikért, a vigyázás arra, hogy rend legyen. Itt van, amit a nagyon kellene magunknak is komolyan venni, a többiekért való aggódás, a segítségére jutás. Ez aztán a királyi uralma alatt nem egyszer a legszegényebbek felé fordulás, a segítés mindenféle formában, vigyázni arra, hogy akik szolgálatban vannak, azok valóban megkapják a bérét, megcsinálja Szabolcsban a nagy zsinatot,
és az megszabja az ország törvényeit, mondjam úgy alkotmányszab, kemény büntetés minden lopásért, hiszen nem lehet az országot másként fölépíteni, rendbe tenni mindent az országban. Kemény, határozott, de igazságosan kemény, és a szeretet mindenütt ott van, hogy a többiek nem az egyén érdekét nézi, hanem a többiek érdekét nézi. Újabb csata. Elbolyong. Kicsit pihenni akar a lovával, és észreveszi, nem olyan nagyon messze, amiről nem tudtak, ott vannak a kunok. Próbál visszafordulni, de azok követik, körülvenni próbálják. Hatalmas nagy nyílás van, alul valami vízfolyás, lovának parancsolva egy nagyot ugrat, de imádkozik az Úrhoz, hogy mentse meg, és az Úr a legenda szerint, aminek mindig van valami, elmondja, hogy tordán megnyílik jobban az az addigi kis szakadék, nem tudják a lovokkal után érni, megmenekül. Az imádságnak az egyik bemutatója itt van az ő életében. Mennyire tud megbízni az Úrban, Uram, ha szüksége van ennek az országnak még rám, akkor most segíts. És az Úr akár csodával is segít. Tordai hasadék ma is látható még. Következő lépésekben a rendcsinálás ott van továbbra is. Mit jelent ez a rendcsinálás? Salamon újra nekiindul, hogy az országot birtokba vegye, és ebben a nagy csatákban újra-újra mindig előjön valami. Követik, egy lápos részre ér László a seregével. Mennek, majd csak kiérnek, már rájuk esteledik, egész nap nincs étel, megint csak imához folyamodik. Valami nagy zaj hallatszik arrébb, egy picit szilárdabb a talaj, és egy hatalmas őz fut, mögötte pedig egy csomó. Az őzt, a szarvasokat leülik, és megvan a vacsorájuk, egy hatalmas sereg jól lakik. Máskor probléma van. Olyan hegyes részen vannak, ahol nincs sevész, semmi. Megint csak a betörés, megint csak az ország védelme. Majdnem, hogy lázadnak már a katonák, hogy mi lesz így velük, a lovakkal, nem bírják már a lovak sem. És akkor fogja a bárgyát, amivel annyi ellenséget megölt, hogy megvédje az országot, lovával oda vágtat egy sziklához. A ló már fölágaskodik, mert fél, hogy mit akar a gazdája. Ő pedig a bárgyával rácsap, szép lassan dúsabbá válik egy forrásocska, amelyik hatalmas víztömeget nyújt, leborulnak és isznak, viszik oda a lovakat. Az egyik segítője merít, és ad Lászlónak, de László nem akar inni belőle. Nem magáért kéri azt, amit az Úr ad, hanem az övéért. Nem a maga dicsőségét és nagyságát keresi, hanem az Isten dicsőségét és nagyságát. Olyan nagyszerű az, amikor győznek. A kunok vissza fognak jönni, mint annyiszor. Menekülnek, de hát a lovak már nem bírják a súlyt, meg mindent, ezért mindent, amit összegyűjtöttek, aranyat, ezüstet, mindenféle gabonát, egyebet, ami ott volt a lovukon, lehaigálják. A katonák, mint olyanok, mint ember, gyorsan le a lóról összeszedni, amit lehet,
föl tarsolyba, ha nagyobb, akkor zsákba, és majd megyünk utánuk. László nem tud mit csinálni. Ha a kunokat most elereszti, ezek egy hét múlva visszajönnek, és ugyanúgy azt az országrészt, hogy a következőt pusztítják. Megint Jézus királyhoz folyamozik, és az a bizonyos Szent László kövek, azok a kavicsszerű, vagyis Szent László köveknek hívják, minden eddigiből átváltozik a nagy kincs, és a köveket már nem hajlandók összeszedni a katonái, és arra megy, és teljes győzelmet arat, szétfutnak jobbra-balra, erdőkbe, ott is kiirtják teljesen azt, aki az országot tönkretennénk. Nem azért harcol, hogy nagyobb legyen az ország, hogy gazdagabb legyen az ország, hanem hogy életben maradjanak az emberei, és a munkájuk gyümölcse az övék legyen, ne pedig rablóké legyen. Mert csodálatos ez a függetlenség, akár a víznél, hogy nem magamért csinálom, értsék meg az emberek. Itt a vagyon, hát ő is leszállhatna, és az aranyat magához gyűjthetné. Nem. Nem neki kell. De az övék nem lesz sokáig, ha elengedik az ellenséget, és nem tudnak megmaradni tovább. Ez a bizalom, ez az imádságos lelkület, ez a hűség az Istenhez, a szabolcsi törvényeknek komolyan vétele a maga életében és az övé életében, egy stabilitást, egy biztonságot jelentenek, de ehhez kellett valami többlet. Az előbb már háromszor is mondtam, hogy imádkozik és megjön a víz, imádkozik és megjönnek a szarvasok. Az imádság erejében tud olyan eredményessé válni, és itt a példa a többiek számára, hogy nem a kapzsisággal, nem az önzéssel, nem az egymás gyilkolásával, nem a trónra töréssel kell vagyont szerezni, hanem az Isten előtti vagyont kell szerezni, az imádság erejében átjáródni keresztény lelkülettel, és akkor a szelídségben erősnek lenni, ha kell a bátorsággal előállni, de bízva az Istenben. Ez a csodálatos világ, amelyik László életében, a legendákban fönnmaradt számunkra, és az alapja mindig megvan ennek a legendának. Ez a lelkület az, ami mindig példakép. Nem ezt csinálta Jézus? Visszavonul imádkozni, másnak tanít. Együtt van az apostolokkal, kenyeret ad az 5000 embernek. Újra és újra beteget gyógyít. Pedig a baj a hadseregében. Neki csak imádkozik. Fogja a nyilát, kilövi, és ahol leesik a nyíl, ott összeszedik a füvet, a Szent László füve, az encián, amelyik meggyógyítja a kolerában lévő betegeit, katonáit. Isten segítség, győzelem. Isten erejére bizatkozás, vele való közös élet, szentmisétől, szentáldásig, imádságig, stb. Jön az Isten segítsége. Nem úgy, hogy bedobom a 20 fillért és kijön a csokoládé, hanem úgy, hogy álhatatosan ránézek, és tudom, hogy mit vár tőlem, és ezt megtéve merem kérni, hogy a többieket segítse meg, a többieknek az életét tegye rendezetté. Úgy gondolom, hogy a ma világában is nagyon komolyan kellene venni az Istentől kapott törvényeket. Nagyon komolyan kellene venni akár Szent Lászlónak, akár magának Jézusnak az életét, példáját. És akkor úgy el tudunk igazodni a magunk dolgaiban. Az ifjúság hogy tud kötelességet teljesíteni? Hogy tud szeretetet adni a többiek felé? Isten és embertársaidat szeresd, Istent és embertársaidat tartsd első helyen. Kötelességedet teljesíts, Jézus tovább. Cserkész törvényeket végig lehet venni, és mindegyik nem arról beszél, hogy én, hanem az Isten törvénye szerint a többi.
az a jó kedv, és minden más, nem terhére akarok lenni a többieknek, hanem meg akarom természetet szeretni, meg akarom az embereket becsülni, meg akarok segítője lenni mindenkinek, akinek csak módomban van és tudok. Családoknál elveszi ezt a bizonyos hölgyet, akit megmentett. Megszületik a lányuk, Ilonának hívják, és az Ilona fölnövekszik, de a felesége meghal. Egy éves sincs még a kislány. De a sok harc és minden mellett jut ideje a családra. Férhez megy keleti részre, és ott szentté avatják, az ortodox egyház szentje. Irénének hívják. Ilonának keresztelték, de ott. Férhez megy ottani királynak, a hercegnek a felesége lesz, és szentté válik. Nem ott, hanem szentén nevelődik Lászlónak a példájában. Új házasságot köt németekkel, hogy békesség legyen, nincs már gyermeke, de valahol ott van az, hogy az ország érdekében kész olyan elvenni, akit meg tud becsülni és szeretni tud, de akivel kapcsolatban a két ország közötti békesség nagyjából megtörténik. És amikor arról van szó, hogy Salamon újra urrá akar lenni, és a királyságát érvényesíteni akarja, bár megegyeztek előtte már, akkor megint csak nem arról van szó, hogy megvakítja, vagy megöli, hanem a Salamon tornyába elhelyezi, és ott kvázi börtönben, hogy ne tudjon kitörni, segítségére akar lenni így, hogy életben maradjon, de az életét így megmentve éljen tovább. Újabb onnan való kitörése alapján mi történik? Jön csata, de hogy? A pogányok közé megy, és a felesége helyett, akit elzavar, egy másikat vesz, és annak a seregével jön, hogy Lászlót megtámadja. Valami csodálatos az Isten ellenlázadó embereknek. Az Isten törvényt nem veszik komolyan. És milyen más a szeretetben való élés, egy családi otthonban, egy gyermeknevelésben, mindabban, amit az Isten odaad a számunkra, mint föladatot, amelyet komolyan kell vennünk. Úgy gondolom, ha a magyar történetben szétnézünk, számtalan esetben hasonló esekeket találunk, és majdnem minden esetben, egész a mai napig, amíg újra és újra előtörnek Isten ellenes seregek, tapatok, egyebek, gondolhatunk akár a német hódításra, a bápokat és szerzeteseket és templomba járókat becsuktak, meg elvittek, de gondolhatunk azokra is, akik itt voltak, és a szovjet birodalomnak a istentelenségében nőttek föl. Minden olyan erőszak elpusztul, amelyik az Isten ellen tör, és mindaz, aki hűséges tud maradni az Istenhez, lehet, hogy sok szenvedéssel és nehézséggel, de mégiscsak győzelemre jut, és az örök életbe ők jutnak el majd. Úgy érzem, kell őt nézni, kell őt szeretni, és kell az ő életét, mint Jézus életét, magunkévá tenni és követni.